Csúnya lábsérülés szenvedett Ultima a Nyíregyházi Állatpark közel 200 kilós nőstény tapírja. A sebet végül műteni kellett, és az operáció után hónapokkal is folyamatos átkötözést igényel. A kezelést eleinte altatásban végezték, de az eljárás hosszabb távon megterhelte volna az állat szervezetét. A gondozók és az állatorvosi tím ezért úgy döntöttek, hogy a szükséges kötéscsere érdekében nyugodt fekvésre tréningezik Ultimát. Míg egyes állatoknál egy finom falat vagy játék a kulcs a közös munkához, a tapírok szívéhez más út vezetett. Mindenképpen pozitív megerősítéssel dolgozunk itt az állatparkban az állatainkkal. Valakinél egy jutalom, valakinél a jutalom falat, valakinél pedig a játék segít. A tapír teljesen másként működik, ők a masszást szeretik, és gyökérkefével vakarva masszíroztuk át őket. Ez azért is volt jó, mert hogy ebben az időben, most is ugye egy kicsit esős, meg nyírkosabb az idő, a kötés nem állhat fel, az állatok nem mindig mehetnek ki a kifutóba, viszont igényük van a fürdésre. És a gyökérkefét benedvesítve viszont nedvesen is tudtuk tartani a bőrét, anélkül, hogy a kötés átázott volna, így dupla haszna lett ennek a gyökérkefés kezelésnek, úgyhogy masszázsra szépen a hátukra feküdtek, és így már a kötéscsere megoldható volt altatás nélkül. A csapatmunka meghozta a várt eredményt. A masszázs tréningnek köszönhetően a Nyíregyházi Állatpark állatorvosai hetente többször tudják kezelni a tapírasszony lábát. A szakemberek szerint pedig már közel a teljes gyógyulás.